Állítólag Horvátország nagyon szép ilyenkor utószezonban is. Igen, igen, sikerült megnéznünk, hogy milyen is az időjárás. Utószezonnak nagyon jó, jó meleg volt a tengerpart. Ha igaz, akkor nem nyaralni mentek ki oda, mit keresek Horvátországban? Hát Horvátországban volt a junior Európa-bajnokság, és kijutottam. Ez az első alkalom volt? Igen, ez volt az első alkalom. És hogy lehet kijutni egy ilyen bajnokságra? Mennyit kell előtte küzdeni itt Magyarországon, hogy oda kijutasson az ember? Hát nagyon sokat kell itt küzdeni Magyarországon, meg külföldön is. Ugye évelején vannak a hazai válogatóversenyek, ott benne kell lenni az első négybe, és hogyha ott bemegy az első négybe, akkor utána indulhatsz a külföldi válogatókon. Hány ilyen magyarországi válogatón kell részt venni? Magyarországon ugye kezdődik az országos bajnoksággal, tehát a magyar bajnoksággal. Van a rangsorverseny, ami... Ilyen pontokat gyűjteni. Igen, igen. Tehát itt a Magyarországon meg kell küzdeni az első négy helyért, hogy részt vehessen majd a kvalifikációs versenyeken, amelyek külföldre kerültek sorok azok a versenyekre. Hát akkor még kevés itt Magyarországon a legjobbak között lenni, még külföldön is meg kell méretnie magát az embernek. Akkor ez egy nagyon elit társaság volt, ahova bekerültél. Hányan voltak? 81 kg-ba indultam. Az Európa bajnokságon 44 fő volt ebbe a súlycsoportban. Ez egyből azonnali kieséses? Igen, rendszerű? Igen. Ez az olimpia, az Európa bajnokság és a világbajnokság, az sajnos egy nagyon-nagyon gonosz rendszerbe zajlik, mert be kell verekedni a legjobb 8 közé a judókának magát, és ez nagyon nehéz, mert vannak kiemelt versenyzők, ugye, akik a világranglistát vezetik. Tehát őket kiemelik, és ők, akik még nem érték el ezt a rangsort, őnekik, ővelük kell megmérkőzni, és általában ez nem szokott simán menni. És most hogy ment? Hát nem volt olyan jó. Az első meccset a simán hozhattam volna, egy dán gyerekkel kezdtem. De szerintem én uraltam még a meccset. A végén meg belementem egy ilyen kétes szituációban, amiből ő jött ki győztesen. Igen, hát ezt... Az edzői szemmel mit jelent? Én is ezt tudom mondani, hát én is elmondom szintén, hogy nagyon-nagyon régóta csinálom ezt a sportot, de ennyire még nem voltam stresszbe meg, tehát ennyire nem izgultam még, mert tehát egy olyan nívós verseny volt, tehát Európa bajnokság, itt voltak a leendő Rio de Janeiro-ban lévő olimpikonok, ővelük küzdöttek, és rettentő kemény, nehéz színvonal volt. A Balázs végül is hozta, amit megbeszéltünk vele. Nem mondom, hogy verhető lett volna ez a dán fiatalember, de a Balázs ő állásban jobb volt, de földön fölülkerekedett a dán, és pont a Balázs egy ilyen negatív szituációban bement, és akkor ő tudta legyőzni. De ez már a mérkőzés vége fele volt. Egy ilyen versenyen nagyon sokat lehet tanulni, akkor gondolom most az edzéseken a földharc megy. Igen, igen. És az mit jelent egy kicsit részletesebben? Hát most lesz, most már kevés verseny lesz, és akkor most ezekre a technikákra rámegyünk, erősítünk, alapozunk, meg ilyenek. Igen, apró nyuanszokon múlik, tehát itt ezek a sportemberek, akik már régóta bent vannak ebbe az európai élmezőnybe, ők ugyanúgy kikockázzák és levideozzák az ellenfeleket, tehát itt ez ugyanúgy működik, mint más sportágokban, hogy ki kell ismerni a másiknak a technikáját, és az ellen kell felkészülnünk. Hát most nekünk ez megadatott, hogy részt vehettünk rajta, most majd el kell kezdenünk ezen dolgozni. Mennyire reális egy olimpiai részvétel, vagy legalábbis egy ehhez hasonló komoly megmérettetés? Hát az Európa bajnokság az elérhető, tehát oda kijutni az elérhető, de olimpia az nagyon, tehát nagyon-nagyon sűrű a mezőny. Nagyon sűrű, a Balázs még fiatal ahhoz, kell érte dolgozni, és bármi megtörténhet. Most az olimpián egészen jók voltunk, nem? Igen, igen. Tehát a magyar judo az nagyon szépen szerepelt, és bízunk benne, hogy ez majd tükröződik a támogatásba is, hogy majd hogy fogunk tudni felkészülni, mert ugyanis ezeknek a versenyzőknek az a legfontosabb, hogy külföldön tudják megmérettetni magukat, az meg viszont nagyon kemény anyagi vonzata van mindegyik versenynek. Ez a sporthoz nagyon sok önbizalom is kell, nem csak erő meg ügyesség. Az előbb ingatod a fejedet, hogy olimpia. Hát nem az alá megy fel az ember a tatamira, hogy most én olimpiai bajnok leszek? De. Azt hiszem ez egyáltalán nem irreális. Nem. Sokat kell érte dolgozni, de hát elérhető. Egy ilyen családban szerintem minden esetőség megvan rá, nem? Hát reméljük. Azt hozzá kell tennem most, hogy ugye a Balázs
utolsó éves juniorként jutott ki. Innentől jön az U23-as kategória, meg a felnőtt kategória. És két hét múlva megyünk a felnőtt első osztályra. Ott kell megint hozni a jó eredményt. Hát ott olyanokkal megyünk, mint Csoknai László, aki kint volt az olimpián. Tehát ilyen judokákkal kell megmérkőzni. De azon leszünk, hogy sikerüljön. Megszurkolunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, én is.